Mutasd a tenyeret, kérdezek valamit. Ismered? Nem. Nem is tudod, hogy mit jelent? Nem tudom. Nem hallottál róla még soha? Disznózár pedig így mutatja meg egy fialánynak, hogy mit akar. Az utóbbi időben megint sokat álmodom Katával. Bolondos álmok ezek. Keressük egymást bennük, keresem Katát. És ha megtaláltam, reggel mindig boldog vagyok, hogy Katával álmodtam, és megtaláltam. Szabó István szerelmes filmje a Halász Judit filmes munkásságának egyik kiemelkedő alakítása, és jelenti őt egy korosztály számára. De van egy másik korosztály, akinél ő a mesélő, a Mír Móra Kandúr mesesorozatban, és persze vannak azok, akik sosem láthatták játszani, de dalain keresztül ismerik az énekes Halász Juditot. Ez így alakult. Azt az ember nem tudja eltervezni előre, hogy ennek vagy annak vagy annak. Én mindenkinek énekelek, és mindenkinek játszom a színházban, aki oda betéved és szívesen jön. Abból a szempontból, hogy háborús gyerek vagyok, nem születtem szerencsés korszakban, meséli. De abból meg igen, hogy fiatal színészként számos lehetőségem nyílt a megmutatkozásra. Minden kor más, és minden kornak megvan a maga nehézsége. Most úgy érzem, hogy különösen nehéz a fiataloknak. Nem csak a fiataloknak, nekünk is, sok tekintetben. És hát csak azt reméljük, hogy mindenkinek azért előbb-utóbb kinyílik a fantáziája és a gondolatai, és rájönnek arra, hogy mi az, amit esetleg rosszul csinálunk, amin változtatni lehetne. Megtaláltam azt az utat, amin én szeretnék járni. Hogy én színész lehettem, hogy énekelhetek, és hogy családom van, és szerethetem a családomat, és a családom szerethet engem, és a közönséget szeretem, és a közönség szerethet engem. Az én számomra a szeretet az egy nagyon fontos szó, de nem csak szó, hanem tett vagy valóság is, ami hát nagyon sok esetben már egy ilyen elcsépelt szónak tűnik, de ennek megvannak a valóságos tettekhez, cselekedetekhez, gondolatokhoz illő hát valóságai is. Tehát ennek van valósága. A figyelmünk az nagyon fontos. Az ember arra figyel, aki érdekli. És ha érdekel a világ, érdekelnek az emberek, érdekelnek azok, akik bejönnek a színházba, meg akik nem jönnek be, esetleg azok is, hogy miért nem jönnek be, vagy mi a bánatuk, mi az örömük, akkor az nagyon, nagyon sokat ad az ember személyiségéhez. És nagyon sokat ad ahhoz az emberhez, akik mi vagyunk. A gyerekközönség az egyik leghálásabb publikum. Igaz, minden pillanatban teljes lényeddel ott kell lenni ahhoz, hogy a figyelmüket fenntartsd, és ez nagyon nehéz. Nekem mondja, meghatározott célom van a gyerekprogramokkal. Hogy szeressék a magyar irodalomnak a költészet részét is, mert az gyönyörű. Az a világirodalom egyik legszebb része, nem csak a magyar irodalomnak a legszebb része, de a világirodalomnak is, de sajnos csak mi értjük úgy, ahogy megérthetjük. Mert úgy lefordítani Babicsot mondjuk, vagy Adit, vagy Petőfit, vagy József Attilát, mint ahogy íródtak azok eredetiben, azt ugyanolyan költők, mint amilyenek az eredeti, akik az eredetit írták, hát azt nem vállalják sehol, és nem akad olyan költő, aki ezt ugyanúgy tudja lefordítani angolra, franciára, kínaira, oroszra, vagy bármilyen másra. Azt gondolom, hogy a gyerekek ilyenkor még kicsik, de azért megmarad a fejükben, és ha nem mindegyiknek, csak néhánynak, és az a néhány már megéri nekem. Az, hogy ő hallott valamit, és megmaradnak a versek, ha nem az egész vers, akkor csak néhány mondat, vagy néhány sor egy versből, és hogyha majd felnő, és talál a polcon egy kötetet, amit ezek a költők írtak, akkor lehet, hogy kedve lesz levenni, és kedve lesz megismerkedni ezekkel a költőkkel. Olyan szerep, amire nagyon vágytam, de nem kaptam meg, nagyon sok volt. De számtalan olyan is, amiben rengeteget tanultam, mert olyan partnereim voltak, akik mind hozzáadtak ahhoz, amivé váltam. Emlékszik vissza a pályájára. Az ember ideje korán megismerkedik
ezzel az érzéssel, hogy hű, de jó lett volna, és mégse én kaptam, és ezekért szomorkodni, vagy bánatosnak lenni, mert nem játszhattam el, az a legnagyobb butaság. Azzal kell megküzdeni, ami éppen van, és abból kell valamit csinálni. Én láttam olyan színészt is, aki semmi szerepből csinált nagyszerűt és óriásit, és láttam olyat, aki a legnagyobb irodalom legnagyobb szerepeiből semmit csinált. Tehát ez nem attól függ, hogy az ember milyen szerepet, az függ attól, hogy kivel játsza, ki rendezi, mikor és hol. Szóval ez rettenetesen sok szempontnak a függvénye, és én nem vagyok bánatos semmi miatt, amit nem játszottam el. A riport után szinte azonnal felment a színpadra, és bár komoly torok problémákkal küzdött, ismét feltüzelte a gyerekeket, és megmutatta azt, mitől szeretik őt a nézők generációk óta. Ezért körül a kalózó,